35 éve történt, de ma is sokakat foglalkoztat a csernobili atomkatasztrófa története. A baleset hatásai ma is érződnek, a pontos veszteségeket pedig csak megbecsülni lehet. A tragédia utáni mentésben egy ma nyírmadán élő orvos is részt vett, tapasztalatait pedig időközben könyvben is megírta. Erről is megkérdezzük mai adásunkban, előbb mutatjuk a teljes tartalomjegyzéket. Jó estét kívánok! Útfejlesztések Nyíregyházán. 5 milliárdból aszfaltoznak, újítanak fel utakat a városban. Dráguló hús, több dolog generálja az áremelkedést. Csernobil 35, ma is sokakat érdekel az atomkatasztrófa története. 5 milliárd forintból fejlesztheti és újíthatja fel útjait Nyíregyháza. Az összegből újabb utcák kapnak aszfaltburkolatot, első körben 18. Az érintett helyszíneket a városlakók megkérdezésével választották ki, sőt a megfogalmazott igények csak az ott élők teljes összefogásával valósulhatnak meg. Köszöntöm a stúdióban mai vendégünket, Pató Istvánt, a Nyíregyházi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztés és Városüzemeltetési Osztályának vezetőjét. Jó estét kívánok! Kezdjük talán azzal, hogy honnan van ez az 5 milliárdos forrás. Tehát elmúlt évben kapott a város 5 milliárd forintot a belügyminisztérium támogatásával, ez a 2020 novemberi kormányrendelet eredményeképpen kapta ezt a város, és elsődlegesen azzal a célra, hogy ilyen egyenlőtlenségeket tudjon a város gyakorlatilag korrigálni, mint ami mondjuk Nyíregyházan is létezik, elég nagy Nyíregyházan a földutaknak a száma hossza, úgyhogy ilyen szempontban még kifejezetten, hogy mondjam, hiánnyal küzdködünk, vagy pontosan a problémával küzdködünk ezen a területen. Egyértelmű volt, hogy ezt a pénzt erre a célra fogják fordítani? Gondolom azért lett volna más is, ahová jól jött volna egy kis plusz forrás. Így van, de alapvetően az ilyen célzattal kapta a város, ezzel a céllal kapta a város. Nyilván ezen belül útépítés és felújítás mindkettő lehetséges. Ez együtt a város elsődlegesen lakóutcák építésére, kimondta a lakóutcák építésére, azért hangsúlyozom, mert egyébként útépítés nagyon sok fajta lehet, tehát sokkal nagyobb forgalmú utak építését is célozhatna a város, sok esetben egyszerűbb is egyébként egy nagyobb forgalmú utat lemenedzselni, mint sem egy lakóutcát, bármennyire is olyan kisebb kört érint, de a lakóutcák esetében bizony nagyon sok olyan hiányunk van a városban, amit pótolni kell. Számokban mennyi ez a hiány? Hány olyan utca van Nyíregyházán, vagy az utcáknak a hányad része az, ami még nincs szilárd burkolattal ellátva? Darabszámot én nem tudnék, majd nem mondanék, de sajnos még mindig 50% körüli a Nyíregyházán a földutaknak a hossza. Bármennyire is próbáljuk mi utolérni magunkat az elmúlt 10 évben, elég sok lakóutcát sikerült aszfaltot ellátni, de csináltunk mi már egy számolást annak idején is kiderült, hogy bizony nagyon sokáig kell nekünk abban a tempóban dolgozni, bármennyire is sikerült egy kicsit fokozottabb tempóban építeni az utakat az elmúlt években a korábbi időszakhoz képest, de bizony azt számoltuk, hogy akár 50 évig is építgethetnénk. Arról nem beszélve, hogy kezdhetjük előről. És akkor bizony azok az utcákat, amiket megépítettünk, azokat folyamatosan karbon kell tartani, kezdhetnénk előről, így van. Mire lesz elég ez az 5 milliárd forint? Hát ezt viszonylag nehéz megmondani. Azért nehéz megmondani, mert nyilván magából a közbeszélési eljárásból fakad majd, vagy annak az eredményéből fog fakadni, hogy mennyire, hogy hány utcát tudunk majd megépíteni. Tehát a verseny eredményeképpen lehet gyakorlatilag majd eldönteni, hogy akkor meddig nyújtózkodhatunk. Illetve hát nyilván az utcák sem egyformák, tehát itt darabszámot nem tudok mondani. Nagyon sok, van olyan utca, ami egy kilométer hosszú, van olyan utca, ami mindössze csak néhány száz méter. Tehát itt, illetve hát nagyon sok olyan utca van, ahol pont az a probléma, hogy nagyon sok olyan közművet kell áthelyeznünk, és ami az útépítést akadályozza, ennek következtően lényegesen megnöveli magának az utcának az építési költségét. Tehát ez jellemző ezekre a meglévő lakóutcákra, hogy nem rendezettek a közművek, tehát nagyon kerítések nincsenek a helyükön, kerítést kell áthelyezni, közműveket kell áthelyezni, tehát ez kifejezetten növeli a beruházás költségét. Ezekből a költségekből van, ami a lakókat terheli, vagy mindet az önkormányzat állja? Közvetlenül lakókat terülő költség nincs. Az, amit a város elmondott, és hogy mi ezt raktuk ki gyakorlatilag a városnak a honlapjára, hogy a lakóktól annyit várunk el, hogy azt a területet, ami
az útépítéshez szükséges terület, de az nyilván lakó tulajdonában van, azt kérjük, hogy adják át. Ettől ezentúl pedig a lakót már nem terhel költség. Tehát a kerítés áthelyezésének, esetleges közmű áthelyezésnek a költsége, a zöld kár költsége, mert lehet, hogy valakinek egy nagyon szép fenyőfája van az udvaron, amit nagyon sajnál, ezek a költségeket mind a város átvállalja. Akkor is, hogyha valakinek Csillivilli extra kerítése van? Még Uramboca akkor is egyébként. Nyilván, hogyha a Csillivilli extra kerítés azért jellemzően azon a nyomvonalon már nem nagyon van, ahol mi nekünk most utat kell építeni, is így van. Tehát nem mondom, hogy egyáltalán lehetetlen, de nyilván vadonatúj, szép új kerítés, mert azon a, hogy mondjam, szabályozási vonalra, vagy szabályozási vonalra lehetett csak építeni, tehát nem lehetett kiépíteni a telek határa, abban esetben a szabályozási terv szerint, hogy ott valamilyen útépítés van tervbevéve. Hol kezdik a munkálatokat? Ha jól tudom, hamarosan az első ütem az már indulhat is. Mondhatnám, hogy párhuzamosan indulnak el a munkák. Itt 18 utca az, aminek sikeresen lefolyt a közbeszerzési eljárása. Múlt évben elkezdtük a közbeszerzést, tehát igazság szerint a múlt év egész végén indult el a közbeszerzési eljárása a 18 utca esetében, aminek a munkatörlet átadását az elmúlt héten megkezdtük, vagy pontosan meg is történt, átadtuk a munkatörletet, úgyhogy így egyszerre gyakorlatilag 6 városrészen vagy 6 csomagban indulnak el a kivitelezők. Nyilván miután egy-egy kivitelezőnek több területe lehet, így a részben a kivitelezőktől is függ, hogy ők hogy ütemezik a munkát, ezt erről majd folyamatosan fogjuk majd a városlakókat nyilvánvalóan tájékoztatni, de van egy csomag, ahol a kertvárosi lakóutcák egy részét fogjuk felújítani, akkor Kincs utca önálló, Kincs Kft., bocsánat, a Hegedű utcát Talérköz fogja megépíteni, ami Kisteleki szőlőben van, de Hatház, Szamóca, Tököli, Törzs, Hadobás utcák megint egy külön csomagban vannak, külön csomagban a Szamos utca, külön csomagban az Ereszalja, Szarka. Nem mondom el mindet, de alapvetően ezeket nagyjából ismerik is a városlakók, hiszen azt hiszem erről már volt hír. Itt arra lehet számítani, hogy a kivitelezők meg fogják keresni valamilyen tájékoztatásra mindenképpen a városlakókat. Már csak azért is, mert vannak olyan utcák, ahol csak kiragadva mondjuk a Heged utcát, illetve a Szamos utcát, ott mindenképpen meg kell keresni a lakosokat, hiszen ott kerítés áthelyezéseket is kell végezni majd a kivitelezőnek. Abból, amiket elmond, látszik, hogy nagyon komoly együttműködésre van szükség, és a lakók részéről egy aktív közreműködésre. Mi az, amit meg kell tenniük, hogyha valaki szeretné, hogy az utcájában szilárd burkolat legyen? Azt el kell mondani, hogy az a felhívás, amit a város már megtett korábban is, illetve most, azután, hogy a város megkapta az összeget, eléggé, hogy mondjam, sikeres volt a tekintetben, hogy közel 90 utcabizalmi keresett meg bennünket, vagy utca keresett meg bennünket. Hát itt kell mindenképpen egy olyan közös képviselőt, utcabizalmit választani, nevezzük bárhogy, tök mindegy. A lényeg az, hogy egy olyan ember, aki felvállal, hogy a lakókkal egyeztet, és ami a legfontosabb, azt egyezteti le, hogy az útnak a területe biztosított legyen a város számára, vagy az építés számára. Tehát magyarán nem lehetnek olyan területek, ahol azért nem tudunk utat építeni, nem tudjuk a közművet áthelyezni azért, mert nem áll rendelkezésre. Tehát a szabályozási terv szerinti területeket gyakorlatilag átkérjük a lakosoktól, és ezt mi úgy tudjuk meg, hogy a utcabizalmi szépen egy listába részünkre ezeket az információkat átadja. Mi az, ami biztos, hogy akadálya lenne egy ilyen felújításnak, aki nem is gondolkozhat abban, hogy nekik több elátható időn belül lesz szilárd burkolat? Hát igen, ezt is leírtuk mi ezen a felületen. Az otthon nincsenek meg a közművek, tehát azért azt látni kell, hogy úgy utat nem építhetünk, hogy az alapközművek az utcában nincsenek meg, de általában hogy mondjam, összefügg azzal, hogy ott nem olyan házak sincsenek, lakóházak sincsenek, tehát nekünk az elsődleges célunk ezekkel az útépítésekkel az, hogy ott, ahol belakott utcákról van szó, ott, ahol a lakók már Uramboca több tíz éve várják, hogy szilárd burkolatú útjuk legyen, ott építsük meg elsődlegesen ezeket az utcákat, ott valósítsuk meg. Nem építünk alapvetően utat lakóparkokban, ami nem túl régen valósult meg, ott úgy gondoljuk, hogy azoknak a befektetőknek a feladata, akik gyakorlatilag ott azokat a területeket eladták. Mi elsődlegesen azokat a utcákat szújtottuk meg, és azoknak próbálunk utat építeni, ahol bizony régen járnak sárban az emberek. Amellett, hogy szilárd útburkolatot kapnak, komfortosabb is lesz maga az utca.
Hát ha most ugye azt értjük rajta, hogy komplett, tehát olyan építési engedélye rendelkező útépítésről beszélünk, ott nyilván a csapadék vizeletését is biztosítani kell az utcának. Ennek nyilván különböző megoldásai lehetnek, vagy zárt csatorna, vagy vízevető árokkal, de mindenképpen a vízevetést meg kell oldani. Tehát ez egyébként nem kapott volna engedélyt az adott utca, illetve nem kapnak engedélyt azok az utcák, amik még előttünk állnak, hiszen még legalább egy 50 utcának lehetősége van, hogy tervezés útján, tervek elkészülte után építésre kerüljön, ez a következő évnek lehet majd a következő feladat, nagy feladata. Illetve hát arról beszélünk, hogy a közvilágítás eléggé össze-vissza volt ezeknél az utcákban, azokat rendbe rakjuk, egyéb közműveket. Tehát ilyen szempontból mindenképpen komfortosabb lesz, illetve azt mondom, hogy nagyon sok olyan utca volt, ahol ha végignéztük a kerítés nyomulát, azt láttuk, hogy hát eléggé kint van, kerítés össze-vissza vannak, na most ezek a kerítések is ezekben az utcákban egy vonalra lesznek szépen átépítve. Ezek szerint lehet még kopogtatni az utcabizalmiknak a polgármesteri hivatalban. Köszönöm szépen, hogy befáradt hozzánk. Köszönöm. Az elmúlt 2 évtized legdrasztikusabb húsdrágulása várható a következő hónapokban. Az előrejelzések szerint a csirkemell kilójáért nyártól már majdnem 2000 forintot kell fizetni, de jelentősen többe kerülhet majd a csirkecomb és a sertéskaraj is. A szakértők elsősorban a takarmányárak emelkedésével indokolják a drágulást, de a sertéspest is, a madárinfluenza és a koronavírus sem kedvezett az ágazatnak. Hónapok óta központi téma az állattartók nehéz helyzete. Egyre több pénzbe kerül gondozni és etetni a haszonállatokat, a folyamatosan növekvő önköltség miatt pedig rengeteg gazda hagyott fel tevékenységével. A kedvezőtlen folyamatok rövidesen várhatóan az árcédulákon is láthatóak lesznek. A takarmány gabonák árában az elmúlt fél évben nagyon-nagyon drasztikus áremelkedés ment végbe a világpiacon. Vannak olyan gabonák, amelyek 50-70%-kal kerülnek most többe, mint egy évvel ezelőtt. Az állattenyésztésnél az önköltség domináns része minden egyes ágazatban az a takarmányozásnak a költsége. Egy ilyen nagyon durva üvelykúj szabály, amit az ágazati szakértők el szoktak mondani, az az, hogy az élő állat, illetve az állati termékek, beleértve most a tojást meg a tejet, ezeknek az előállításának, az önköltségének 2/3-3/4 az a takarmányozás önköltsége. Érthető, hogy akkor, amikor a takarmány gabonák ára ilyen nagyon jelentős mértékben növekszik, az előbb-utóbb az úgynevezett takarmány keverék árában is megjelenik, tehát abban a költségben, amit oda tesznek az állatok elé táplálkozásra. Összességében szépen lassan az állattenyésztőknek a költségei elkezdtek emelkedni. Ez egy idő után megjelenik az állattenyésztő gazdák és a feldolgozók közötti áralkuk során, és előbb-utóbb a feldolgozóipari cégek magasabb áron lesznek kénytelenek vásárolni az alapanyagot, és utána ez előbb-utóbb meg kell, hogy jelenjen az ő értékesítési áraikba. Picit leegyszerűsítve erről a folyamatról van szó, ennek a hosszabb folyamatnak tartunk valahol a közepén. Bizonyos állati eredetű termékek esetében már megjelent a feldolgozók számára a magasabb önköltség, és szép lassan ezt a magasabb önköltséget, ezt beépítik az értékesítési áraikba is, és sajnos ezért szembesül majd a fogyasztó azzal, hogy az állati eredetű termékek különböző ütemezésben, meg különböző mértékben, de drágulni fognak a következő hetek, hónapok során. A takarmányokban felhasznált premixek, vitaminok, fehérjék, ezeknek a szintetikus fehérjék, ezeknek az ára is az elmúlt időszakban növekedett, csak úgy, mint csomagolóanyagoké. Ugye nagyon sok olyan termék, amelyet importból szerzünk be, csak azért is növekvő árral lép be a költségünkbe, mert a forint az elmúlt időszakban azért elég sokat gyengült, és hát ezeket euróért és dollárért vásárolják azok, akik beépítik. Úgyhogy igen, vannak a termelésnek még egyéb olyan önköltség tényezői, amelyek szintén emelkedtek.
ez is hozzájárul ahhoz, hogy itt drágábbak lesznek a dolgok, de azért a domináns, azt gondolom, hogy maga a gabona, amelyiknek az ára ilyen drasztikus mértékben emelkedett. A dráguláshoz a koronavírus és a kontinensen végig söprő madárinfluenza járvány is jelentős mértékben hozzájárult, mondta el a régió legnagyobb csirkehús előállító üzemének ügyvezetője. Magyarországon a legnépszerűbb hús most már évek óta a baromfi húsok, úgy ámblokk, és azon belül körülbelül 80% arány képvisel a csirkehús. És a maradék oszlik meg a liba, kacsa, pulyka termék féleségek között. Sokan mindig abból az oldalból közelítik meg a kérdést, hogy akkor minek az ára emelkedett, és mi váltott ki egyfajta ilyen áremelési spirált, vagy mi az, ami fölfele tolja az árakat. Mi már évek óta tudjuk, hogy igazából a kereskedelem az, aki meghatározza, hogy egy adott termékpálya, adott termék előállítói mennyiért tudnak értékesíteni esetünkben például csirkehús. Ez pedig semmi más nem befolyásolja, csak a kereslet és a kínálat. Az elmúlt másfél év sajnálatos eseményei a Covid helyzet kapcsán megmutatta, hogy a horeca szektor, tehát éttermek, hotelek, szállodák, vendéglátóhelyek zárása, az bizony visszafogta a keresletet. Ugyan a populáció nem csökkent sem Európában, sem Magyarországon olyan mértékben, ahogy a forgalom csökkent, de érdekes módon átrendeződtek a fogyasztói szokások az otthon étkezéssel, megszűntek a menzák, stb. Stb. Ez egy visszafogott kereslet mellett túlkínálatot eredményezett, és ennek a túlkínálatnak a eredményeként elég sok készlet halmozódott föl tavaly szeptembertől mondjuk március elejéig közepéig. Készlethalmozás ellen úgy védekeztek a termékelőállítók, hogy visszaforgatták, és visszafogták a termelésüket, és elkezdték a készleteket leépíteni. Magyarul készletről értékesítettek, és kevesebbet termeltek. Bekövetkezett egy másik hatalmas krízis, Európa szerte 20-30%-os madárinfluenza pusztítással kipusztították a törzsállományokat. Igaz ez a pulykára, igaz ez a tyúkfélékre, és ennek a hatása pedig nem más, mint egy óriási kínálatcsökkenés, és a kereskedelem oldaláról pedig megmaradt egy stabil igény, amit a következő 4-6 hónapban a termelési oldal nem fog tudni kiszolgálni. Tehát ha summásan meg kéne állapítani, hogy mi miatt lesz a következő heteken belül, egy elég drasztikus áremelkedés, az nem más, mint hogy a kereslet meg fogja haladni, és jelentős mértékben meg fogja haladni a kínálati mennyiséget. Szerencsére azt látjuk, hogy a vendéglátó helyek nyitásával visszatér az az elveszett 10-15%-nyi volumen, amit eddig az emberek korábban az éttermekben, szállodákban fogyasztottak el. A várakozások szerint lépcsőzetes lesz a drágulás, az árak augusztus környékén tetőznek majd, és tartósan magas szinten maradnak. Itt alkupozíciókban is van különbség, világpiaci folyamatok is egyik napról a másikra megforgathatják egyes termékpályákon az árkialakításnak a tendenciáit. Ugyanakkor hát az alapján, amit mondtam, sajnos össze lehet rakni a képet, hogyha egy állatnak az előállítási költségének 2/3, 3/4 a takarmányozás önköltsége, és a takarmány árak hát mondjuk fölmentek már eddig is ilyen 40%-kal, akkor lehet látni, hogy körülbelül mennyivel kerül köbbe előállítani egy gazdának az élő sertést mondjuk, vagy a baromfit. Úgyhogy azt sajnos el kell mondani, hogy nem 1-2%-os áremelkedésről van szó, itt egyennél nagyobb szintű, de időben valószínűleg elhúzódó áremelkedési folyamatról beszélünk. Arra lehet számítani, hogy a következő hónapban
bekövetkezik egy 10%-os áremelkedés, amelyet a július-augusztusi igazi dömping hónapokban, amikor a nyári szezon és a nyári fogyasztási csúcs miatt tovább fog pörögni a kereslet, erre még rájöhet egy másik 5-6-8%-os további árdrágulás. És mielőtt valaki azt gondolja, hogy most aztán a baromfisok teletömik a zsebüket, és rengeteg pénzt fognak keresni, azt kell, hogy mondjam, hogy ez a kétszer meglépett összesen 15-20%-os áremelés, az pont arra lesz elég, hogy a 30-40%-os takarmány ár növekedést kompenzálja. 35 évvel ezelőtt, 1986. április 26-án történt a csernobili atomkatasztrófa. A balesettel kapcsolatban annak idején nagy volt a titkolózás. Sok részlet csak jóval az esetet követően vált nyilvánossá. A felfordulást és a veszteségeket a saját szemével látta egy ma Nyírmadán élő orvos, aki a tragédia után egy hónapot töltött a várostól 30 kilométerre, az úgynevezett kettes zónában, gyógyítva, mentve, akit még lehetett. Köszöntöm a stúdióban dr. Szőlősi Tibor hideggyógyász főorvos urat, aki ma Nyírmada tiszteletbeli lakosa. Hogy szólíthatom? Főorvos úr, vagy Szőlősi úr, vagy... Elfogadok bármilyen megszólítást. Én arra kérném, hogy egy picit idézze fel, hogy hogyan is történt ez akkor 35 évvel ezelőtt, hogyan jutott tudomására, hogy mi történt, vagy egyáltalán történt-e valami, és hogy mi volt az ön dolga. Behívott a főorvosom, igazgató főorvosom, és nekem szegezte azt a kérdést, hogy tudod-e, hol van Csernobil? Hát ugye szláv szóról van szó, vagyis helység megnevezésről. Feltételeztem, hogy ez Ukrajnában, vagyis a Szovjetunióban van, de konkrétan halvány gőzöm se volt, hogy így mondjam. Hány kilométerre volt az ön lakóhelyétől? 1000 kilométer. 1000 kilométerre volt. És úgy próbálgattam magamba, így végigpásztáztam a kevésbé ismert térképet, hogy hát ha rátalálok Csernobilra, nem sikerült. És visszakérdeztem, na hát mondom, akkor bedobom a töröl között, mondd meg te, hogy hol van Csernobil. Aztán nézzük meg együtt a térképet, mi se tudom. Így kerül sor arra, hogy bemértük, hogy hol van az a Csernobil. Jó, és miért aktuális ez a téma, ez a földrajzi keresztrejtvény? Hát nem hallottál semmit arról, hogy történt ott valami nagy baj. Hát valami, hogy így mondjam, hírfoszlányok eljutottak hozzám is, hála a nyugati médiának, az Európai Rádiónak, de konkrétan semmit se tudtam. Kell menni oda, orvosra van szükség, mert nagy a baj, zűrzavar van, szinte átláthatatlan a helyzet, úgyhogy adj egy orvost az osztályodról, vagyis a beosztottjait közül, hogy kit ajánlasz, aki megy oda. Természetes dolog, hogy a dolgát, vagyis a munkáját végezni a szakterületén. Ezt elgondolkoztam, hogy hát legelőször is miért kell oda menni? Mi történt ottan? Arról sem beszéltek, hogy milyen jellegű sérülteket kellene ellátni? Egyelőre nem volt róla szó, de azért nem volt róla szó, mert ő se tudta. Hanem megint csak, hát ugye természetszerűleg felvetődött a kérdés, hogy akkor milyen ellátás lesz ottan, mire kell koncentrálni, mert úgy végig gondolva a kollégáim hajlamait az idei gyógyászaton kívül, hogy ki lenne az, akit ottan érdemi munkát tudna végezni, segítséget adni, rákérdeztem, hogy hát nem lehetne ezt részletekbe, hogy mondjam, kifejteni. Azt mondta, hogy hívjuk fel inkább a megyei igazgatót, vagyis az egészségügyi főosztálynak a vezetőjét, és ő konkrétan majd megmondja, hogy miről is van szó. Fel is hívta, átadta nekem a telefonkagylót, bemutatkoztam, hogy én lennék az egyik aspiráns, aki oda utaznék, mert eldöntöttem magamba, hogy ilyen veszélyes, hogy küldetésben nem küldöm
nem ajánlom egyik kollégámat se. Az egyik nő, a másik most ment férhez, a harmadik idősebb, a negyedik különböző krónikus betegségekkel küld, stb. És szomászomárom, hogy bárkit megnevezek, mint ahogy mondják nálunk ott fent, a szentelt víz nem mossa le rólam, hogy én visszaélek a lehetőséggel, és magam helyett másat küldtem. Ezért úgy döntöttem, ha kell menni, akkor már én megyek. Hát ezzel az elhatározással azt megkérdeztem a főosztályvezetőt, hogy mire készüljek egyáltalán, mi vár ottan. A válasz a következő volt, hogy hány éve dolgozol. Megmondtam, hány éve dolgozom. Mióta vagy főorvos, azt is megmondtam, és akarsz még tovább dolgozni, és főorvos lenni? Hát, hogyha mondom, a közkívánat így jelenti be, hogy is mondjam, igényt tartám, akkor miért ne? Na, akkor gondolkoz is, letette a kagylót. De közben jöttek már, hogy úgy mondjam, testesebb hírek, hogy mi történt ott, már megtörtént, vagy robbanás történt, és annak a következményi felszámolásában fogunk részt venni. És akkor már tudta, hogy ez egy és radioaktív katasztrófa, tehát sugárfertőzéssel kell szembenézni. Igen. Úgy nevezett kettes zónába küldenek, visznek minket. Hát nem volt, hogy úgy mondjam, pontos értesülésünk, tudomásunk arra, hogy mi az a kettes zóna. Az egyesről feltételeztük, hogy az abszolút veszélyes zóna. Hát így megosztottuk, hogy fele-fele, hát akkor biztosan csak fele annyira veszélyes, mint az egyes zóna. Kaptak valami védőfelszerelést? Nem, semmi. Szó se volt védőfelszerelésről. Hányan mentek ki? Egy csapat ment, gondolom. Egy csapat ment ki, hát, hogy is mondjam, a mi mérnöki kar, az építészek jöttek, a rendészetiek jöttek, jött a kölyál, és én, mint a kezelő orvos csapatnak a vezetője. Hát ez egy mini csapat volt, mert mindössze hárman voltunk, de védőfelszerelésről szó se volt, csak tapasztalva, látva ezt a kritikán aluli helyzetet, és számot adva arról, vagyis helyesebben gondolva arról, hogy milyennek a következménye, avval a kéréssel fordultam a nagyfőnökünkhöz, aki összefogta a csapatokat, hogy kellene legalább egy maszkot készíteni, hogy a munkások azt viseljék, mert 30-32 fokos hőségben, homokos területen folyt az építkezés, ugyanis építkezésről volt szó. Az elhaladó kocsik, meg egyáltalán a mozgó emberek, ha felverték a port, akkor az bizonyos ideig ott tartózkodott, uralta a levegőt, hogy úgy mondjam, és tudva azt, hogy abszolút veszélyes területen vagyunk, mérgezett területen vagyunk, tudva azt, hogy az alfasugarak ugye lent vannak bizonyos nem nagy magasságban, de a porral együtt, hogy úgy mondjam, fölszállnak, és a szerencsétlen emberek belélegzik magukba, meg rátelepedik a testre, a bőr felületére, hát gondolom minimális legalább azt zárjuk ki, hogy esetleg légzéssel ne jusson be a szervezetbe. Mit építkeztek, és hány emberről volt ott szó? Hát arról volt szó, hogy a kitelepítés után, közvetlenül a robbanás után Pripyatból is 180 településről, faluból, tanyából, meg mit tudom én milyen jellegű településről, a kitelepített embereknek azt mondták, hogy három napon belül visszajöhetnek. De erről szó se volt. Úgyhogy azok a szerencsétlenek ugye egy fél órát kaptak, hogy a legnélkülözhetetlenebb cuccokat, hogy úgy mondjam, magukkal összeszedjék és magukkal vigyék. És bizony, hogy egy bizonyos idő eltelte után összetűzések is születtek, mert sokak nem mentek el, visszaszöktek, nem tudtak visszamenni az egyes, vagyis az abszolút veszélyes zónába, hanem az úgynevezett kettesben hajlékot találtak ismerősöknél, rokonoknál, stb. Stb. És a kezdeti együttérzés már a befogadók részéről, hát bizony, hogy... Akármilyen kedves vendég. Igen. És ezért úgy döntöttek az illetékesek, hogy a kettes zónában már meglévő települések utcáit meghosszabbítják olyan értelemben, hogy oncsa házakat építenek és ide telepítik azokat, akik már ott vannak, és azok, akik feltétlenül vissza fognak térni, és ezeket kellett felépíteni. Minden megye megkapta a maga területét.
így körül Csernobil és Pripyatyon kívül, az úgynevezett kettes zónába, és ott kellett felépíteni ezeket az úgynevezett új utcákat, falvakat. Egy hónapot tartózkodott kint, de igen, azt gondolom, hogy ez az egy hónap az egész további életére nagyon nagy hatással volt. És született is egy könyv is ebből az egy hónapból, ezt hagyd mutassam meg, ez már a második kiadás. Igen. Mi az, ami miatt úgy gondolta, hogy ezt a könyvet mindenképpen szeretné az utókornak megírni? Hát idézőjelben én abban a szerencsében részesültem egy felső sugallatra, hogy naplót vezettem. És igyekeztem megfejteni a megfejthetetlent, hogy miért történt az, ami megtörtént. Igyekeztem ebben a, hogy is mondjam, a kérdés meg válaszolási körbe belevonni az én kárpátaljai létemet és sorstársaim is, a nemzeti kisebbségnek a sorsát. És ebbe beágyazva, ebbe a nagy szerencsétlenségbe, vagy pedig megfordítva, arra a következtetésre jutottam, hogy az, ami Csernobilban történt, az nem fizikai robbanás volt, hanem az egy társadalmi jelenség volt, az volt az igazi robbanás. Mert akkor kezdődött meg a nagy hodálynak, a szovjet birodalomnak a szétesése. Nem illetlenül adtam a naplómnak, a könyvemnek a címét, a Kigyó önmagába mar. Mert a kommunista rendszer, az, amelyik ugye uralta a világot, és sajnos az Európának is majdnem a felét, az már születésénél fogva magába hordta azt a mérget, amelyik saját magát, hogy úgy mondjam, megmérgezte, és hál' Istennek, csúnya kifejezés, de véget vetett ennek a rendszernek. Most hogy 2021-ben mi lehet ennek a tanulsága? Hát a tanulsága az, hogy vigyázzuk a Földet, vigyázzuk a természetet, vigyázzuk magunkat is, egymásra is nagyon vigyázzunk. Mert az a kis periódus, az a néhány tíz év, amit kaptunk itt a Földön, ez pillanatnyira, pillanatnak tűnik a világ mindenség méreteiben. És egy napot is kár elveszíteni avval, hogy ne éljük úgy az életet, ahogy a természet hagyja és felkínálja nekünk. Ne bántsuk a természetet, ne menjünk ellene. A természet törvényeit, hál' Istennek, csak természetellenes fogásokkal lehetne megváltoztatni. Erre pedig mindenkit kérnék, hogy ne tegyen még egy próbálkozást se tegyen. Becsüljük, szeressük, óvjuk, és gyarapítsuk ezt a csodálatos gazdaságot, a Földet, a természetet, amiben a Jóisten minket teremtett és éltett. Legyen úgy. Köszönjük, hogy befáradt hozzánk, főorvos úr. Köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, ez volt a mai 35 perc. Szerdán ismét jelentkezünk ezzel a műsorral, foglalkozunk aznap a hazai napelem piacon zajló változásokkal, a szülői gondatlansággal, és hogy ez jellemzően milyen formában ölt Alakot megyénkben, emellett tanácsokat is kaphatnak arra vonatkozóan, hogyan lehet egyéni szinten csökkenteni a kidobott élelmiszerek mennyiségét. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!